Nem gondoltam, srácok, hogy ebből még ma motorozás lesz, úgyhogy nem is hoztam magammal se állványt, se mikrofont, se semmit, de ezt érdemes megnézni, ezt a látványt. Nem tudom, hogy visszaadja a kamera ezt a hatalmas lemenő napot. Egyszerűen gyönyörű. Kicsit szétnézzünk, hogy mi a helyzet erre. Azt nézzétek! Na, hello srácok! Nem hoztam magammal semmilyen állványt, de egyszerűen megbabonázott az a látvány. Nem hiszem, hogy a kamera átadja, hogy milyen gyönyörű a lemenő nap. Kicsit lehet, hogy szélzajos lesz, de azért elviszlek benneteket egy körre, szétnézünk, jó? Most ez megint ilyen hardcore Simpsonosba átmegyünk. Szoktunk nélkül váltogatunk, az basz az anyját. Megpróbálom nektek úgy tartani a kamerát, hogy élvezhető is legyen. Én is lássak. Ne is baszódjak el. Jó, hűvös van már, pedig napközben 36 fok volt, gyerekek, az kemény azért. Mekkora már a kukrézer hét, magasabb, mint én. Csak úgy tolta ki a seggét, kavicsokat. Itt most megállok egy kicsit, megmutatom nektek itt a... Na ez miért fuldoklik? Hoppá, eljött a gyertyacsere ideje. Ja, csak nincs nálam gyertya. Illetve még lehet, hogy gyertya van is, csak épp kivettem a csavarhúzót a motorból. Király lesz! Na, azt akartam én nektek megmutatni, de biztos, hogy nem adja úgy át, mint ahogy én itt ezt látom, de egyszerűen göhönyörű. Éjszaka egész mozis ide feljönni, és bámulni az elsuhanó autókat. Nézzétek meg az öreg csotrogányomat. Azt hiszem gyertyacserés a kis drága. Akkor szokott így melegen fuldokolni, mikor a gyertyája kezdi megunni a harcot. Bár egy éve van benne, mert tavaly, vagy tavaly előtt cseréltem. Lehet, hogy már 2 éves szezont kibírt. Gyerekek, egyszerűen imádom. Nem tudom miért, hogy mi ez a hatalmas szeretet ezután, ez iránt a motor iránt, de egyszerűen imádom. Gyönyörű. Én gyönyörűnek látom. Persze, itt a mai fiatalok, ha ránéznek, azt mondják, hogy hű, jó ronda motor, mert nekik a motor az a Kawasaki, meg a Yamaha, meg a társai. Én meg egyszerűen imádom ezt, hogy kinéz. Jó, kicsit csária. Ez is. Miféle jármű jön itt? Ilyen hanga. Ja, ez egy motorkerékpár, na ezekről beszélek. Gyönyörű. Nem tudok vele betelni.
Nézd, kicsit csöppen a karburátor, vagy mi van már? Húgyozik egy kicsit ott a szélén. Annyi kell. Ja, de most hogy fogom beindítani? Mert nem nagyon akar elindulni. Nem tudom, átadja, hogy milyen hangja van itt a nagy feszültségű kábelnek, hogy zúg. Lehet, hogy nem jön át a kamerán. Leteszlek ide benneteket, azt megnézzük, hogy hogy tudom beindítani. Ide neki támasztalak a sisaknak, azt röhögjetek rajtam egy jót. Jó, már felmelegedett a blokk. Akkor szokott ilyet csinálni, mikor gyertyacserésé válik. Valami lesz. Nem nagyon akar kipörögni. El van mászva a gyújtásom. Olyan hangja van, mikor... De nem. Mint egy kicsit olyan hangja lett volna. Kicsit se tudja. Mindegy. Na. Sikerülni fog becsatolni ezt a szart. Érdekes, hogy most meg... Fasz se tudja, lehet csak bezabált. Na, most kupló nélkül elindulunk. Jó, parasztosan. Nem látszik igazán, hogy mekkora ez a lejtő. Most tudnám megmutatni. Talán így. Ezek a nagy kövek, ezek így eléggé csúszik. Ez pedig veszi a lapot. Nem tudom, mi a picsa van akkor. Hopp! Harmadikat akartam szúrni, nem jött össze. Ez nem lesz valami jó videó, gyerekek. Olyan gyorsan indultam el, hogy csak kerülök egyet, de aztán megláttam ezt a levenő napot, és olyan gyönyörű volt, hogy így magával ragadott a dolog. Akartam kerülni egyet.
picit más is kiállít, de fanom van neki, hogy nyitva a szék. Azt nézelődünk. Érdekes, hogy most megveszi a lapot, nem tudom, mi lehetett vele. Akar vajon most fúldokat? Nézem, hogy van-e alapjár. De van. Akkor nem tudom. És jó lenne kibekkelni. De azért már nem megyek ki kamerával a kezembe. Úgyhogy srácok, erre a videóra ennyit. Jók legyetek, szevasztok!